Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok, ez itt a 10, amelyben 10 kérdést teszek föl meghívottamnak, aki ezúttal Bolyár Gábor üzletember, a Graphisoft, az Aquincum Magánegyetem alapítója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! És aki tulajdonképpen már évek óta azzal idegesít bennünket, hogy az Orbán kormány, vagy maga a miniszterelnök előbb-utóbb kirángat bennünket az Európai Unióból. Nincs már egyedül ezzel a feltevésével, ezzel a rossz álmával, nem tudom, visszatérő rossz álom? Visszatérő rossz álom, igen. És messze nem vagyok már vele egyedül. És tulajdonképpen ez a kirángadás de facto lehet, de jure még lehet, hogy nem történt meg, de úgy fogalmaztam egyszer, de anima, tehát lélekben már igen. Tehát ő lélekben nem része az Európai Uniónak, és az Európai Unió vezetői ezt pontosan látják, és tulajdonképpen nagyon örülnének már, hogy kint lássanak minket. De bent maradva több kárt tudunk okozni, több a Putyin római falovaként, az Európai Unió egységének rombolásával esetleg jó pontokat lehet szerezni. Majd hát igen, ha lélekben nincs benn, de gyakorlatilag úgy gondolja, hogy akár Putyin miatt, akár egyéb okok miatt, gazdasági, saját gazdasági háttér körei miatt, hogy lehet uniós pénzekhez jutni most éppen speciál, és éppen miatta nem lehet. De a gyakorlat lehet, hogy azt mondatja vele, hogy jó, hát utálom én ezt az egész vircsaftot, de mégis benn kell maradunk. Valahol ezt meg is fogalmazta egy ilyen kvázi szűk, bizalmas körben, és meg is írhatták, ha nem is pontosan idézve a szavait, talán amerikai újságírók írták meg, hogy hát vannak olyan feltételek, vagy olyan szabályok, vagy lehetőségek, amelyek lényegében arra kényszerítenek minket, hogy benn maradjunk, még ha nem szeretjük is. Nem, hát ő érzelmileg nincs benn, és van egy nagyon egyszerű, és hogy is mondjam, ezt tovább is mehetünk érzelmeknél, oka. Ugye azon van a konfliktusok, hogy az Európai Unió demokratikus normáival száll szembe. De itt nem arról van szó, hogy Európai Unió normáival van konfliktusban, arról van szó, hogy nem szereti a demokráciát. Tehát azt a fajta demokráciát, ami azt jelenti, hogy a hatalomnak korlátai vannak, azt egyszerűen nem szereti. Ő úgy érzi, nagyon őszintén, valószínűleg ezt baráti körben be is vallja, hogy az sokkal hasznosabb egy országnak, hogyha az ország vezetője hatalmi korlátok nélkül tudja vezetni az országot. Tehát nincsenek azok a független intézmények, akik állandóan keresztbe tesznek, nincs a független sajtó, aki állandóan, nem szaladgálnak oda képviselők, és tesznek föl súnyi és kellemetlen kérdéseket, meg nincsenek akadékoskodó intézmények. Tehát én egyszer hallottam, hogy a elnézést nem akarom megmondani, nem akarom szó szerint idézni, mert nem fér bele talán a nyilvánosságba, de fideszes körökben elhangzott, hogy Montesquieu-nek melyik testrészébe, milyen állatnak micsodáját kellene beletenni, azaz a hatalommegosztás 200 éves elvében ők nem hisznek. Erről van szó. És az Unió ezt megköveteli. Igen, ez minthogyha arra is rímelne, hogy hát végül is ő a szocializmusban, a szocializmus időszaka alatt szocializálódott, lett felnőtt, és egy ideig úgy tűnt, hogy hát abból azt a következtetést vonta le, hogy ez nem jó rendszer, ez egy diktatórikus rendszer, ráadásul a szovjetek irányítása alatt álló rendszer, tehát nekünk liberális demokráciára kell szavaznunk, ezt próbálom én elérni, ezért jön létre a Fidesz, ezért leszek én a liberális internacionálé alelnöke, és így tovább. De közben az utána elkövetkező, és nem tudjuk, hogy pontosan miért végrehajtott fordulat nyomán, az derül ki, egyre inkább jönnek belőle elő ezek az akkor magára szedett, és talán őszintén át is élt, vagy így utólag visszatekintve mégiscsak fontosnak és pontosnak gondolt viselkedési formák, vagy politikai formák, amelyekre úgy gondolt, hogy igen, hát nem kell itt vitatkozni, tudom, mi a helyes, tessék megcsinálni. Klubrádiós műsorában azt szeretem a legjobban, amikor a vitatkozó félnek a gondolatvalaiban nagyon jól éli bele magát, köszönöm. Bolgár úr, és vagy nem tudom, szabad tegeződnünk a műsorban. Ahogy valójában, köszönöm szépen. Tehát amikor nagyon jól beleéled magad a másik, a veled vitatkozónak a gondolatvilágába, és ezt visszaadod, ez egy nagyon-nagyon hasznos érvelés, ezt én is próbálom üzleti kurzusaimon tanítani. Tehát megpróbálom beleélni magam Orbán Viktor gondolkodásmódjába jóhiszeműen. Tehát nem olyan leegyszerűsítve, hogy zsebre akar tenni egy csomó pénzt, hanem csalódott a liberális demokráciában,
esetleg idealista elképzelései voltak, mondjuk például abban csalódott, hogy... Nekünk is egy kicsit, igen, nekünk is. Bevallom. Igen, például abban csalódott, hogy pénzzel sok mindent el lehet intézni. Tehát a pénz sokat jelent, mert a pénzzel meg lehet szerezni a publicitást, meg lehet szerezni óriási kampányokat, lehet csinálni, az a meg lehet nyerni sok pénzzel, meg lehet nyerni a választást. Tehát innen jött az a természetes válasz, hogy akkor először is sok pénzt kell szerezni, és majd akkor lehet megnyerni a választást. És aztán utána azt is látta, hogyha még mindig maradnak ellensúlyok, hát akkor az akadályozza a kormányzást. Tehát lehet jóhiszeműen is csalódni, a liberál, mi is csalódtunk valamennyire, csak hát Churchill után mondom, rengeteg baja van a liberális demokráciának, de jobbat még nem találtak ki. És ő arra gondol, hogy egy korlátlan abszolutista hatalom az jobb tud lenni. Na most nem tud jobb lenni. Megmondanám, hogy szerintem miért nem, és mi a liberális demokrácia lényege. Az, hogyha hibázik, nehezebb hibázni, mert ezek az úgynevezett fékek és ellensúlyok, ezek ezerszer meggondolásra késztetik azt, aki a döntést hozza, hogy abban majd hol fognak keresztbe rakni. És ezen gondolkodás közben esetleg rájön, hogy ez a döntés nem is olyan jó. Hadd vitatkozzak egy pillanatra, nem igazán, csak azért az embernek eszébe jut, hogy van a liberális demokráciának egy, vagy az egyik őshazája, Nagy-Britannia, ahol az elmúlt években elkezdett tombolni az illiberális demokrácia egy Boris Johnson nevű volt miniszterelnök személyében és képében, aki szintén, mintha elhitte volna, hogy engem választottatok földcsúszamlásszerű győzelemmel, konzervatív, azt csinálok, amit akarok, hozok ilyen és olyan rendszabályokat, törvényeket, például a járvány alatt, hogy nem szabad összegyűlni, nem szabad bulizni, nem, majd nyilvánvalóan is gátlástalanul megsértem őket, plusz még hazuduk is róluk. És ő azt hitte, hogy, és nem voltak abban a pillanatban, azokban a pillanatokban fékek és ellensúlyok, hogy megakadályozzák, lehet, hogy akkor nem is lehettek, vagy nem voltak olyan szoros munkatársai, akik azt mondták volna neki, hogy Boris, ne, de bele lehetett bukni egy olyan apróságba, hogy hát megsértetted a saját magad által hozott rendszabályokat. Kész. Na hát azért itt van a nagyon nagy különbség. Tehát el lehet a liberális demokrácia keretei között el lehet elég sok, hogy is mondjam, önkényes szintig jutni, akadozva tud működni, stb. De azért végső soron a hatalom leváltható demokratikus formában. Na most Orbán Viktor azért ment ezen a határon messze túl, mert eljutott odáig szándékosan, hogy a hatalma demokratikus körülmények között nem leváltható. Tehát olyan befolyás szerzett a sajtóban, amelynek azért lényeges hatása van. Olyan befolyás szerzett a demokratikus működésen, ők mégis őrizni hivatott intézmények fölött. Olyan teljhatalomra tett szert, hogy az ő szavai a jelyek egész pályás letámadással, aminek a végeredménye az, hogy demokratikus módon nem váltható le. Továbbá... Van egy alkotmánybíróság formálisan, most neveztek ki éppen 4 olyan alkotmánybírót, igen, akit a Fidesz javasolt, többieket... Tehát a hatalom megosztásról nincs szó. Tehát olyan mértékben szüntette meg a liberális demokrácia alapját jelentő hatalommegosztást, hogy leválthatatlanná vált. Ehhez csak haba tortán, hogy még a népszerűsége is megvan. Tehát meg tudta őrizni emellett a saját népszerűségét is. Ott tart, ahol Kádár is tartott, hogy akár demokratikus választáson is megválasztanák már. Olyan mértékben tudta manipulálni ezt a népet, és olyan mértékben lehet, hogy erre a nép hajlik. Tehát lehet, hogy a magyar lélekben is benne van az, hogy tulajdonképpen Mátyás király alatt volt jó, aki egy abszolutista monarchia volt. Abszolút monarchiát vezetett. Igen, és ő is milyen ravasz volt. És Orbán is, igen, folyton hivatkozik erre, hogy a magyar furmányos, a magyar ravasz. A de magyar nem, a magyar szereti azt, ha, igen, megmondják neki, mit kell csinálni. A magyar nem szokott ahhoz, hogy önálló döntéseket kelljen hoznia, és feleljen a saját döntéseiért. És neki tetszik az, hogy nem ő hozza a döntéseket, nem kell véleményt alkotnia, és valaki más felel a döntésekért. És ezt őt választottuk meg, hát akkor csinálja. Most hagyjuk rá, biztos jó csinálja. Egyszer egy taxisofőrrel beszélgettem. Jó, nem biztos, hogy reprezentatív minta, de azért ez nagyon megmarad bennem. Azt mondja, én szerintem a legjobb rendszer a világban a királyság, mert van egy király, aki megmondja, mit kell csinálni, és mi azt csináljuk, és hagyjanak engem békén ezzel a sok kérdéssel. Tehát lehet, hogy ez egy elég általános magyar mentalitás, és ezt Orbán jól megérezte, és erre építve
építi az országot, ami hát az országnak egy tragédia, mert azt látjuk, hogy azért a demokratikusan működő országok minden akadozás ellenére hosszú távon jobban működnek. Hát azért hosszú távon, hát azért volt két, múlt században azért volt két abszolútista hatalom, egy kommunista és egy fasiszta, és a demokratikus országok ezeket le tudták győzni hosszú távon. Kellett egy kis idő hozzá. Gazdaságilag sok áldozat. Gazdaságilag is eredményesebbek, egyszerűen ennél jobbat még eddig nem találtak ki. Én abban hiszek, hogy az a jó. Ő nem hisz benne. De azt neki is látnia kell, mégpedig azért, mert nem vesztette el teljesen realitás érzékét, és ismeri is a világot, Magyarországot is, a mentalitást is. Hogyha kiviszi az országot az Európai Unióból, ahol nem érzi magát otthon, ez nem az ő világa, ez biztos. Idegenkedik tőle. Attól is tart, hogy kicsit lenézik, hogy úgy nem szeretik Igen. ezt a perifériáról jött magyart, aki okoskodik. Biztos. De azt tudnia kell, hogy Magyarország abban a pillanatban, hogy kikerül az Európai Unióból, maga tehetetlenül hányódik majd itt Európa vélt közepén, se ide, se oda nem tartozunk, és ebből hát számukra csak a rossz. Ez az Adi által megfogalmazott kompország, hát úgy nézik minden jel arra mutat, hogy az orosz befolyás kevésbé tekintetik. Tehát az orosz befolyással hogy tudunk jobb országot csinálni Magyarországból, gazdagabb országot, megelégedettebb országot, ahol az emberek majd rám szavaznak, Orbán Viktor. Na de hát nem kell rá szavazni. Tehát egy orosz, egy Putyin-szerű rendszerben az, aki megszerezte a hatalmat, azt meg is tudja tartani, ameddig akarja. És ez a rendszer neki szimpatikusabb. És úgy gondolja, hogy ő, és lehet, hogy szegényebbek leszünk, az ország sokkal szegényebb lesz, de ő és a közvetlen környezetének nem kellett feltétlen sokkal szegényebbnek lenni. Egyáltalán esetleg sokkal gazdagabb is tud lenni. És akkor már ez a fajta választási játék sem maradna meg, ami most, hanem még nyugodtan jóval inkább eltorzíthatják úgy, hogy még véletlenül se nyerhessen. Nincs szükség ellenzékre. Egyszer megmondták, a parlament tud működni ellenzék nélkül is. Nincs szükség. Ő mondta meg, tud működni ellenzék. Nincs szükség hatházi ákosokra és hasonló akadékoskodókra. De ezt még ráadásul az első választási ciklusában mondta, amikor még sokan áhítatosan néztek rá, hogy hát ez kell. Amikor még egyszerű többséggel kormányzott, csak valamennyire korlátozottan, de akkor is látszott, hogy ezeket a korlátokat nehezen viseli. De az okozhatott nála egy igazi sokkot, hogy úgy élte meg, hogy ő jól kormányzott, ő ezt úgy élte meg, hogy mennyire jól azon lehet vitatkozni, ez nem egy objektíven nehezen eldöntető, de úgy élte meg, hogy jól kormányzott. Ezek után megbukott. Ezért nem szereti a liberális demokráciát, mert abban meg lehet bukni. És úgy gondolja, hogy akkor is meg lehet bukni, ha jól kormányzok. Akkor az nem jó rendszer. Igen, én jó vagyok, a rendszer nem jó. Egyetértek veled, és sajnos én is el tudom képzelni ezt a forgatókönyvet, de azért közben az is eszembe jut, hogy ha kiröpülnénk, kifarolnánk, vagy kilögdösnének minket az Európai Unióból, és még a kínaiak számára se leszünk annyira vonzók, mert nem biztos, hogy akkor ide kell elhelyezni azt az akkumulátorgyárat, lehet, hogy inkább az unión belülre, és így tovább. Lehet, hogy a német autógyárak már kevésbé boldogan maradnának itt, és ha nem is azonnal, de elkezdenék kivinni az új beruházásaikat, és leépíteni a magyarokat. Szóval lehet, hogy 2-3-4 év után egyszer csak a magyar polgár is, akinek már a választójoga kevesebbet fog számítani kétségtelen, azt fogja érezni, hogy na jó, hát nekem azt mondták, el is hittem, hogy jobb lesz így mindenkinek a befolyásától mentesen. De hát rosszabbul élek. Feltartóztatnak az osztrákok meg a szlovák határon. Elvesztettem a munkámat. Látom a románokat drágább, jobb autóval, és röhögnek rajtunk. És akkor egyszer csak azt mondja, hogy te tetted ezt, király. A román az jó példa, mert azért nagyon fogunk haragudni. Fog a magyar nép haragudni, hogy a román jobban él, és ez közelebb van. Lehet, csak akkor már nem tud mit csinálnia az a nép, aki haragszik. És egyébként a szándéka az, hogyha nem is vagyunk, egyébként jogilag benne akar maradni, formálisan benne akar azért maradni, de ténylegesen, de facto és de anima kívül szeretne lenni, de
azzal, hogy formálisan bemarad, attól még egy, akkor például Schengen megmaradhat, bár nem tudom, hogy meg akarja tartani Schengent, ami ugye, de lehet, hogy megtartja szívesen, mert akik szabadon mennek el az országból, azok nem az ő választói, akik sokat utaznak. Tehát az se bánja, hogy Magyarországot az elit itt hagyja, vagy a műveltebb. Mint üzletembert kérdezlek, mégis, mert én itt lerajzoltam egy képet, vagy úgy lesz, vagy nem, még az is lehetséges, és reméljük, hogy így is történik, hogy nem fogja kivinni az országot az Unióból. De ha mégis megtörténne ezt, akkor gazdaságilag hogy írnád le azt a következő néhány évet, ami Magyarországgal történne? Hát szegényebbek leszünk, nem vitás. Tehát egyébként ami a célja, hogy egy szabadkereskedelmi megállapodást azért akkor is lehet kötni az Unióval, tehát nem biztos, hogy akkor a német autógyárak elszaladnának. A már idehozott akkumulátorgyáraikat a kínaiak se fogják elvinni, mert ha egy szabadkereskedelmi övezetben azért benne vagyunk, akkor azért továbbra is lehet innen szállítani az akkumulátorokat a német autógyáraknak. Még kevésbé kell törődni a környezetvédelemmel. Tehát egy leromló, piszkos és szegény országban fogunk élni. Volt már így, túléltük, ezt is túl fogjuk, egy következő nemzedék ezt is túl fogja élni, mi is. Na jó, hát akkor ennyit a borús képről, de van még két kérdésem hozzá. A 10-ből. Igen. És ez az éppen most a parlamenten keresztül átment, sőt a köztársasági elnökön is keresztül ment pedagógusok jogait erőteljesen korlátozó törvény, amit életpályamodellnek neveznek. Hát ez az életpályamodell, akkor megnézhetik magukat a pedagógusok is, meg azok is, akik a törvényt kidolgozták, megszavazták, de te mondtál, vagy írtál valami érdekeset a közelmúltban, hogy ha rajtad múlna, akkor a matematikára alapoznád a magyar társadalom föllendülését és versenyképességének növelését. Hát ez nagyon szép, azon kívül, hogy nagyon sokan úgy érzik, mintha hülyének születtek volna matematikából, de azt tudjuk, még a hülye is tudja, hogy azért voltak nagy matematikai zsenik Magyarországon, feltűnően sokan voltak, és hogy ez egy olyan hagyomány, amire talán lehet, nem csak érdemes valamiféle jövő stratégiát bazírozni, de mégis miért gondolod, hogy egy tudomány ágban, ahol talán megvannak a lehetőségek arra, hogy valami újat, fontosat, sokat, jelentőset csináljunk, egy tudományágban előre tör egy ország, és az vinné magával az összes többi. Igen. Miért? Kezdjük azzal, én most alapvetően vállalkozási ismereteket oktatok, és az első órán azt tanít, ez valamelyik órán nem az első feltétlenül, arról beszélünk, hogy tulajdonképpen hogy kell stratégiát alkotni. És nagyon sokan azt hiszik, és hogy kell piacot találni. És nagyon sokan azt hiszik, hogy a legnagyobb, egy réspiacot kell megtalálni, amit senki nem fedezett föl még, és én fedeztem föl. Hát ez egy nagyon nagy marhaság. Először is azt, mi senki nem fedezte föl, akkor valószínűleg az a piac nem is valódi piac. De nem ezzel kell törődni. Nem azzal kell törődni, mekkora a piac, és milyen gyorsan nő. Hanem azzal kell törődni, hogy te miben vagy jobb, mint más. És amiben te jobb vagy, mint más, ahhoz kell majd megkeresni a piacot. Mi is így csináltuk, háromdimenziós modellezéshez értettünk, azt kisebb gépeken tudtuk csinálni, mint más, megkerestük, hogy ki az, akinek fontos, hogy háromdimenziós modellezés kisebb és olcsóbb gépen elérhető legyen építészeknek. Ezért... És azt tőlünk kapta meg jobban. Igen. Tehát azt kell megtalálni, hogy én miben vagyok jobb, mint más, és az kinek fontos. Hogyha az sokaknak fontos, az szerencse. Ha keveseknek fontos, az se nagy baj. Egy kis piacon is nagyon jó meg lehet élni. De azzal kell foglalkozni, amihez jobban értek, mint más. Tehát a saját versenyelőnyömet kell megkeresni. Na most matematikához különböző okokból el tudom mondani a saját elméletemet, hogy ezt milyen történelmi okokra vezetném én ezt vissza, de matematikából Magyarország erős volt több száz éve, különösen az utolsó száz évben alkottunk nagyokat. A Nobel-díjasainkat nagyon büszkék szoktunk lenni, de őket a világ nem magyarnak ismeri, mert nem Magyarországon érték el azt, amit elértek. De a matematikusaink nagy többsége Magyarországon ért el azt, amit elért. Rengeteg konkrét példát tudnék mondani, hogy a világ mennyire tiszteli a magyar matematikát. A Nobel-díjasainkat nem tudják, hogy magyarok. A régieket is, de a maiakat is, a velünk is, és a velünk élőket is mennyire tisztelik. Nem fér bele az időbe, hogy elmondjam azt a sok példát, amikor Amerikában találkoztam, ami a magyar matematikát hogyan csodálta. Na most, hogy ez mekkora hatással tud lenni gazdaságban, itt megjött a szerencse. Az a nagyon nagy szerencse, hogy
egy olyan társadalom indul, amit úgy hívnak, hogy az informatikai forradalom kora, ahol a matematikának nagyon nagy értéke van. Mert az informatika alapja a matematika, és az informatika forradalma elképesztő mértékben alakítja át a világot, az egész világot. Azt a Klaus Schwab óta, a világgazdasági fórum vezetője óta hívjuk ezt negyedik ipari forradalomnak, ami vélem, ha még ha ez igaz lenne, akkor is nagyon sokat jelent, de még ennél is sokkal többet jelent. Azt hiszem, ez alulbecsülés ennek a forradalomnak, félreértése. Ez sokkal több, mint az ipari forradalom. Ez olyan mértékben alakít át mindent körülöttünk, hogy ezt még nem is látjuk, még csak az elején vagyunk. Hogyha hatását akarjuk érzékelni, akkor én két másik korábbi, én is informatikai forradalomnak nevezhető átalakuláshoz hasonlítanám. Az első a tagolt beszéd volt, amikor az ősember, a Homo sapiens először tudott viszonylag bonyolult információt cserélni társaival. És ezt tesz-e képessé arra, hogy megalkosson olyan eszközöket, meg fegyvereket, mint a kőbalta, meg a dárda, és ezt tette őt képessé arra, meg megszervezen törzseket, hogy a legerősebb élőlényé vált a Föld élővilágában. Akkora változás volt az információ átadásának képessége. A bonyolult információ. Állatok is kommunikálnak egymással, de olyan bonyolult, hogy kell egy kőbaltát összerakni, nincs állat, ami el tudna mondani a másiknak. A következő nagy forradalom volt az információ megőrzése, és ez az írás felfedezése volt. És ott alakultak ki a civilizációk, ahol megszületett az, ahol ismerték az írást. És az írásnak a nagy kihívása az lett, hogy mivel az írás nyomán megőrződtek a korábbi generációk tudása is, földrajzi határok nélkül, olyan mennyiségű információ gyűlt össze az emberiség kezében, ami már feldolgozhatatlanná vált. Na, erről szól a mai informatikai forradalom, hogy végtelen mennyiségű információt fel tudunk dolgozni. És hogy ez hova vezet, erről még fogalmunk sincs. De hogy nagyon-nagyon messzire, azt azért már sejthetjük. És hogy és ennek alapja a matematika. És a mesterséges intelligenciához az is egy... a matematika vezetett? Hát a mesterséges intelligencia egy nagyon, nagyon fejlett megjelenése az informatikának. Rengeteg veszélye is van, még nem tudjuk, hogy mennyi, föl se tudjuk mérni, de az a legfejlettebb veszélye. Ebből is látjuk, hogy mi mindent tud a mesterséges intelligencia. Annak is alapja a matematika. Hát alapvetően arról van szó, hogy digitális információt dolgozunk föl matematikai módszerekkel. 10-es feledik kérdésnél tartok, de fölteszem. Ha ez így csak van. Befejezném, igen? Elnézést. Na, de hogyha ebben egy ilyen előnyünk van, hát akkor miért nem ebben ruházunk be? Hát milyen előnyünk ezt van? Ezt akartam ennek kérdezni, azok... úgyhogy folytassak nyugodtan, hogy rendben van, előnyünk van, hagyományunk van, kiváló matematikusaink vannak, de hogy lehet ezt a mindennapi életben, oktatásban alkalmazni? Hogy mi kell hozzá ehhez? Mindent át kell állítani. Oktatásba kell beruházni, nagyon jól meg kell fizetni az oktatókat, mondjuk a matematika és informatika oktatókat, úgy meg kell őket fizetni, hogy az ipar ne vonza el őket. És ki tudják nevelni a következő informatikusok generációját. Mert nem attól lesz jó az országnak, hogy egy-egy nagyon nagy zseni valamelyik vállalathoz elmegy, és akkor ott annak a vállalatot segíti, hanem attól, hogy az a nagy zseni az oktatni fog, és százait hasonló zseniket tud nevelni. Tehát az tényleg multiplikáló hatás. Úgyhogy az oktatást kell legjobban megfizetni. Van egy kedvenc analógiám erre. Hogy lett Anglia a világ legerősebb országa? Legnagyobb hatalma. A 15. századig Anglia egy viszonylag periférikus, gyenge ország volt. Csak hát akkor felfedezték Amerikát, és a kereskedelem áttolódott az óceánokra. És az angolok véletlenül elég jól tudtak hajózni. Volt köztük egy, Francis Drake, aki különösen jutott hajózni, körbehajózta a földet Magellán után. Ő volt az első, aki még élve vissza is tért egy föld körüli útról. Jól tudtak hajózni, és ez a hajózási képesség egyszer csak fölértékelődött, és volt egy olyan uralkodójuk, első Erzsébet, aki fölismerte, hogy ebben a hajózni tudásban micsoda lehetőség van, és épített hajóhadat. És akkor legyőzték a spanyol ármádát, legyőzhetetlen ármádát, és a világ urai lettek, mert a hajózási tudás fontossá vált abban a gyarmatosítás korában, tehát a nagy felfedezések korában. Ma, amikor a világtengerek helyett a szájbertér veszi át a szerepet, akkor az a nemzet juthat előnyhöz, aki a szájbertérben tud jól hajózni, azaz az informatikához ért. Csak nekünk is kellene egy első Erzsébet, aki ezt fölismeri,
és fölépíti a hajóadat. Ki nem mondjam, hogy ki lesz az első. Jó, hát most véletlen a kedvenc jelöltjeiképpen nők, de nekem Donát Annana, de hát nem tudom, hogy ekkora tud elemni, tehát félreértésekkel köseményed. De mindegy, szóval nekünk is tényleg az van, hogy ez infrastruktúrát kell építeni, hogy ez hasznosuljon, és ma az infrastruktúra az oktatás. Nem a drót, nem a beton, nem az akkumulátor, hanem az oktatás. By the way, az akkumulátorgyártásban nekünk milyen versenyelőnyünk van, mink van hozzá? Se energia, se víz, se nyersanyag, se olcsó munkaerő most már, abból is van jóval olcsóbb külföldön, akkor mi van hozzá? Megfogalmazta Nagy Márton, a támogatási versenyt kell megnyerni. Tehát az adófizetők pénzéből eleget adni nekik, hogy idehozzák a környezetszennyező, és egyébként valószínűleg egy idő után elavuló gyáraikat, mert olyan szükség van akkumulátorokra az autókban, hogy biztos, és annyira korlátozottak a jelenlegi technológiával készül akkumulátorok teljesítmény ahhoz képest, amire tényleg szükség lenne az elektromobilitásban, hogy előbb-utóbb föl fognak fedezni valami egész mást. Én az akkumulátor technológiához nem értek, de valamit értek az innovációhoz, és valamit értek a vállalkozásokhoz. És azt látom, hogy egy ilyen környezetben, amit ma az elektromobilitás az akkumulátor gyártással szemben támaszt, biztos, hogy lesznek innovatív cégek, akik kitalálnak valami mást, és akkor ezek az akkumulátorgyárak elavulnak. Szóval navigare necesse est, vagy matematikát tanítani necesse est. Köszönöm szépen, Bolyár Gábor. Köszönöm szépen.